szenvedélyesen hiszem és vallom azt, hogy arra vagyok predesztinálva, hogy a bennünk lévő élményeket, tapasztalatokat, tudást, pozitív, negatív érzelmeket megosztjuk a másikkal. És a megosztáshoz kell egy másik fél. Ezt valljuk, erről beszélgetünk itt a kávészünetben, meg arról is, hogy ez egy mozgalom. Végre most itt van a mozgalom egyik motorja, Szántó Ferenc, aki egyébként a Kósárika Akadémia egyik alapító tagja. Akkor Feri, tőled végre megkérdezhetem, hogy miért volt annyira fontos nektek az érzelmi intelligenciát reflektorfénybe állítani, tenni? Azt gondolom, hogy mind a kettőnk életében, ha fogalmazhatjuk így az Erika és az én életemben is, az ember az egyik olyan szenvedély vagy függőség, ami gyermekkorunktól kezdve elkísér. És hát lassan 20 éve dolgozunk együtt, és az ember mint anyag mindig egy óriási kihívás volt. A korábbi életünkben is, ahol pénzügyi területen tevékenykedtünk, én jó magam 18 évig, az Erika 20 évig. És azt láttuk, hogy az a tapasztalat, amiket az emberek fejlesztésén keresztül értük el, abban bizony nagyon-nagyon meghatározó volt, hogy milyen az érzelmi intelligenciájuk, mennyire tudják ezt tudatosan kezelni. Bár ez egy pénzügyi terület volt, és értékesítéssel és pénzügyi termékek értékesítésével foglalkoztunk, de tetten érhető volt ezen a területen abszolút az emberi kommunikáció, hiszen ember-ember közötti párbeszédről volt szó folyamatosan, illetve a különböző olyan hatásmechanizmusok, ahol az érzelmi intelligenciának a tudatos használatával, a másikkal való azonosulással, a megfelelő motiváció felismerésével sokkal hatékonyabban tudták megismerni a szemben ülő alanyt, akinek adott esetben valamilyen terméket próbáltak a kollégáink értékesíteni. Tehát bennünk dübörgött a késztetés, a vágy, hogy az a tapasztalat, amit megszereztünk az emberek kezelésén keresztül, és azáltal, hogy az érzelmi intelligenciájukat tudatosan fejlesztettük, ezt adjuk át nyilvánosan is, vagy próbáljuk átadni nyilvános plénum előtt is, hiszen hiszük azt, hogy az életünk bármelyik területén segíthet az, vagy nagyon sok területén segíthet az, hogyha az érzelmi intelligenciákat fejlesztjük. Igazából az érzelmi intelligenciának nagyon tágan értelmezhető a definíciója. Benne van az önismeret, az önreflexió, a saját érzelmeim tudatosítása, a saját lelkiállapotom felismerése, a tiédre való figyelés, az arra való hangolódás, hogy hogy bánok magammal, hogy bánok veled. De sokan talán megkérdőjelezhetik, hogy hogy lehet ezt fejleszteni. Hát most valaki vagy empatikus, vagy nem. Holott nyilván az érzelmi intelligencia nem pusztán az empátiáról szól. Így van, azért is izgalmas a kérdés, mert kicsit korábbra nyúlok, és nagyon sokáig azt gondolták, mondhatom ezt így, hogy ahhoz, hogy a társadalomban érvényesülni tudjak, ahhoz az értelmi intelligenciám, az IQ-m, az, ami, hogyha kiválóbb, hogyha az átlag feletti, akkor valahogy jobban tudom majd magamat értékesíteni, talán fogalmazhatok így. És az 1980-es években kezdtek el már tudatosan foglalkozni az IQ mellett az EQ-val. És valóban, ahogy te is mondtad, ez nem pusztán arról szól, hogy milyen a beleérző képességem, mennyire vagyok empatikus, mert alapvetően az embereknek az ismeretanyaga ezzel a témakörben, vagy ebben a témakörben sokszor leszűkül erre. Ez sokkal tágabb. Egyébként érdekességként már az elmúlt évtizedben elkezdtek foglalkozni amellett, hogy az érzelmi intelligencia mekkora, a terhelhetőségemmel is, ez az adversity quotient, az AQ, mert hogy a mai világnak óriási kihívása az, hogy milyen a stressztűrő képességem, hagyna mondjam, mi magyarok több más dologban ebben is élen járunk, hogy olyan stresszfaktorok érnek minket talán, ami kicsit impulzívabbak, mint a környezeti országokban lévőké. Az érzelmi intelligencia egy sokkal tágabb értelmezésben lassan már 4 évtizede kvázi terítéken lenne, mégis itthon nagyon kevés az ismeretanyagunk. Ha tudjuk azt, hogy a döntéseink mögött alapvetően érzelmek vannak, bármilyen szituációról beszélünk, ez az emberi szintérben a legfontosabb, hiszen alapvetően az ember társas lény. Nem a magányra vagyunk predesztinálva, hanem arra, és nagyon szenvedélyesen hiszem és vallom azt, hogy arra vagyunk predesztinálva, hogy a bennünk lévő élményeket, tapasztalatokat, tudást,
pozitív, negatív érzelmeket megosztok a másikkal. És a megosztáshoz kell egy másik fél is. Hogy ez milyen szintéren működik, vagy milyen szinten mozog ma már, gondolok itt a személyes kapcsolatok, illetve ma már az online kapcsolatok, a virtuális kapcsolatok világára, ez egy kérdés. De ettől függetlenül ott van az emberben a megosztás, tehát az alaptézis az az, hogy mi emberek társas lények vagyunk. Hogyha társas interakcióról beszélünk, és ugye benne is van, hogy interakció, tehát két ember közötti akció, párbeszéd, verbális kommunikáció, testbeszéd, akkor ezen belül az érzelmek rendkívül nagy hatással vannak a cselekedeteinkre. És itt egy fontos pont, hogy ezt tudjuk-e mi tudatosan kezelni, egyáltalán lokalizálni. Nagyon határozott kijelentésem az, akár mint akadémiai alapítótag is mondhatom ezt, hogy igen, ez fejleszthető, és többek között azért is hoztuk létre az EQ Sexy mozgalmat, azért indítottuk el tavaly október 13-án, mert szeretnénk, hogyha egyrészt az információs bázisa sokkal több lenne az embereknek erről, illetve a mai világ eladással működik, megvennék az emberek azt a gondolatot, hogy az érzelmi intelligencián kihat a személyes párkapcsolatunkra, kihat a munkahelyi kapcsolatunkra, kihat az online, a virtuális kapcsolatainkra, kihat az állatainkkal való kapcsolatainkra, kihat mindenre, ahol ember, vagy adott esetben élő lény, ugye ezért mondtam itt akár a házi állat példát, közötti kapcsolatról beszélek. Ez fejleszthető, ez felismerhető. Többek között ez volt az egyik indító gomba, ami miatt mi elkezdtünk ezen. Ugye vagy 18 évet az üzleti világban tevékenykedtél, és nyilván ahhoz az emberek inkább a racionalitást társítják. Igen. Vagy az eladás technikánál is talán inkább ilyen praktikákra gondolnak. Hol jöttél rá, vagy mi volt a tapasztalatod, hogy te jó ég, ezen a területen is fontos, hogy ott is mindenki az érzelmeivel van jelen? Vagy inkább arról van szó, hogy az is, miközben azt hiszük, hogy hideg fejjel tudunk gondolkodni, ma már tény, hogy minden döntésünk érzelembe ágyazott. Nem tudom, hogy honnan jött az inspiráció már akkor a képzéseiteken, amikor még mondjuk a pénzügyi szektorban voltatok, hogy ez kell. Én azt gondolom, hogy abban az életszakaszunkban mi úttörők voltunk az eladásban is, illetve abban a pénzügyi szektorban, többek között azért, mert felismerte az akkori vezetés már ideje korán, hogy a vásárlások mögött, akár pénzügyi termékek, vagy a jövőnk investíciója, vagy a jövőnk, egy optimálisabb jövőnk megvásárlása mögött a racionalitáson túl, vagy akár mondhatom azt megelőzve, ott vannak az érzelmek. És ezt mi nagyon tudatosan kezeltük akkor is, és nagyon tudatosan kezeljük ma is, ahogy az akadémián többek között ezért helyez hatalmas hangsúlyt az üzleti képzéseknek, a különböző akár KKV, akár nagyobb intézményeknél való fejlesztésébe. Mert hogy ha arról beszélünk, hogy ember-ember közötti kapcsolat, és ugye itt arról szólt a korábbi életünkben, hogy térképezze föl a másik személynek a szükségletét. És itt egy nagyon fontos pontot érintek, hogy az érzelmek kapcsán a legfontosabb az felismernünk, hogy a másik személy, és ugye itt vannak azok a közlő jelzések, ami a verbalitás, vagy ami a testbeszéden keresztül jön, hogy értelmezzem és ismerjem föl, hogy mi az ő szükséglete. Nekem nagyon sokat segített Dr. Marshall Rosenberg, aki az erőszakmentes kommunikációról hihetetlen dolgokat publikált. Hiszem azt, hogy akár az ő irány vonala vagy gondolatai mentén, hogyha jobban figyelnénk arra, hogy a másik egyének mi a szükséglete. Gondolok itt akár a pénzügyi életemre is, ami most már lassan 20 évvel ezelőtt volt, ahol tényleg arról szólt, hogy egy értékesítés előszobájában ismerjen fel, hogy mi a másik szükséglete. Ez kérdéseken keresztül, ez a másik személynek az érzéseinek a feltérképezésén keresztül, természetesen a racionalitás és az ő pénzügyi elképzelései mellett, de ezek mind, mint egy komplex egész tudtak az illetőről egyfajta olyan képet adni, ami után egy jól képzett közvetítő, egy jól képzett értékesítő, egy személyre szabott dolgot tudott neki kínálni. Tehát akkor mi fölismertük, és nem csak ebben a párbeszédben, ebben az értékesítési folyamatban volt számunkra izgalmas, hogy az érzelmi intelligenciát fejlesszük, hogy például a szükségletét fel tudja ismerni a másik személynek, akivel tárgyal, hanem ami ez előtt való, hogy az érzelmi intelligenciának a legfontosabb pontja a nulla,
és erre egy gondolatom, hogy ahogy bent, úgy kint, hogy az egyén magával van. Mert az életünk alapvetően interakciók sorozata, és valójában 10% az, ami körülöttünk történik, és 90% az, ahogy reagálunk rá. Rengeteget lehet erről beszélni, de valójában a reakcióinkat mi határozzuk meg, és a reakcióink, tehát a cselekvésünk attól függ, hogy milyen érzelem van mögötte, az érzelmünk meg attól függ, hogy milyen az a szükséglet, ami egyébként azt az érzelmet belőlem kiváltotta. Ha az én érzelmi intelligenciám jobb, mint az átlag, vagy figyelek arra, hogy ezt fejleszteni tudjam, akkor lokalizálni tudom a magamban rejlő érzéseket. Erről el tudom dönteni, ez számomra megfelelő-e, ezt nem én mondom, hanem az érzelmi intelligencia nagymesteri, többek között Daniel Goleman, aki azt mondja, hogy egyelőször ismerjen fel a magamban rejlő érzelmeket. Az annyira tetszett a Goleman könyvében, amikor, és ezt lehetne mindenkinek otthon is játszani, vagy a munkahelyén, hogy mikor az ember fel kell, vagy valahol ott van, és akkor most mondjuk azt mondom, hogy Szilin, óra vagyok, lelkes, most éppen lelkes állapotban vagy. Nyilván van olyan nap, amikor Szilin, óra vagyok, most egy kicsit frusztrált. Tehát, hogy tudatosítani azt, hogy hogy is vagyok én most éppen itt, vagy abban a helyzetben, ahol. Mert abban a pillanatban, ahogy tudatosodik, akkor jobban képbe vagyok magammal. Abszolút. A szituációban, nem? Abszolút, és többször kapjuk ezt a kérdést, nyilván te is, hogy persze, de lehet ezt ennyire tudatosan csinálni. Azt gondolom, hogy egy kicsivel több odafigyeléssel igen. Nekem olyan szempontból szerencsém van, hogy az én egyik adottságom, én ma már ezt áldásként értékelem, mert nagyon analitikus ember vagyok, magammal szemben elsődlegesen. Sőt, tanulom az életemben azt a folyamatot, sok-sok ezer emberrel volt szerencsémmel együttműködni, foglalkozni, minden ember más és más, minden ember egy izgalmas, újabb és újabb titok, és engem valójában nagyon érdekel, hogy milyen a másik személy. Tehát ez a fajta adottság alapvetően megvan bennem. És ha tudjuk és felismerjük, hogy a bennünk aktuálisan jelentkező érzelem megfelelő-e, akkor adott esetben ezt tudom erősíteni. Ha nem megfelelő, akkor többek között az érzelmi intelligenciának egy fontos része, hogy adott esetben ki tudom cserélni. Hiszen én döltem el, hogy mikor vagyok boldog, vagy mikor vagyok boldogtalan. Én döltem el, hogy mikor vagyok elégedett, vagy mikor vagyok elégedetlen. Láttam a tekintetedben, hogy nem mindig van ez így, hiszen vannak az életünkben tény és való olyan klímafaktorok, külső tényezők, amikor ez nem egy csettintésszerűen működik. Bár tény is valahogy, ahogy létezik a három boldogság gyakorlat, meg a hála gyakorlatok, hogyha az ember tudatosan próbál olyan kérdéseket feltenni magának, ami a szemléletét mondjuk a pozitív irányba tereli, de hát ez munka. Ez a szemléletünkön dolgozni munka. A melankóliára való hajlam, a pohár félig üres, vagy félig tele, de nyilvánvaló, ehhez praktikákat is lehet adni. Igen, viszont kérdés, hogy alapvetően mi magyarok azt gondolom, hogy a munkát egyfajta pejoratív érzettel párosítjuk. Ha ez szenvedély, már pedig az embernek ki lenne nagyobb szenvedélye, mint saját magával való foglalatosság is dolgozni. Valljuk be egymásnak, vagyunk ennyire egoisták, hogy leginkább, és egyébként meg hasznunkra válna az életben mindenkinek, ha leginkább magunkat szeretnénk leginkább. Magunkkal foglalkoznánk a legtöbbet, mert ha a bennem rejlő lehetőségeket, érzéseket rendben tudom, balanszban tudom, akkor a környezetem is mi meglepő, valahogy harmonikusabban tud működni. Engem a mosolyog a világra, és a világ így van. Így van, tehát ezek lehetőségek. Egyébként, hogyha amikor ezek a felismerések jöttek, magadon is elkezdtél dolgozni? Abszolút. Nem mondtad, hogy analitikus vagy magaddal szemben. De hogy te is felismered a mindennapi kommunikációs helyzetekben, a saját életedben ennek a fontosságát, vagy ennek a csiszolásának a fontosságát? Én nagyon tudatosan törekszem rá. Olyan szempontból könnyű a helyzetem, hogy lassan 20 éve tudom ezt a fajta tudatosságot az életemben nap mint nap gyakorolni. Természetesen jó pap holtig tanul alapon, az ember minden nap ezeket a tudatos kezelési pontokat, ha benne van már, akár így is mondhatnám a napi rutinba,
akkor szem előtt tartja, figyel rá. Mit jelent ez a mozgalom? Ugye tavaly október 13-án volt az első EQ Szexi nap, de amikor megálmodtátok, hogy tesztek azért, hogy a figyelmet, vagy a fókuszt rá tegyük erre a fogalomra, és én is boldogan csatlakoztam ehhez, akkor mi volt a vízió, Feri, hogy ennek milyen lépései vannak, hogy lehet ezért tenni, hogy lehet megpiszkálni az embereket, hogy megérintse őket, hogy felfogják, hogy számukra ez hasznos, hogyha az EQ-n dolgoznak némiképp. Ahogy a mozgalom, ugye egy kampányból mozgalommal szerveződött és világnappal apostrofált nagyívű gondolatot találtunk akkor ki. Hisszük azt, hogy vagy gondolkodjunk nagyban, vagy ne kezdjünk egyetlen hozzá. És ezért is jött a névválasztás alaposan körbejárva, hogy a szexi, az kvázi trendi kifejezés, és hogy próbáljuk ezzel ember közelibbé, és kicsit ilyen generációkat átfogó vagy összefogóvá tenni ezt a dolgot. A fejünkben, ahogy mondtam, egy nagy gondolat van, nagyívű gondolat van, de nem kergetünk illúziókat, tudjuk, hogy ez idő. És pontosan ezért örültünk annak, amikor ugye most október 13-án lesz az első születésnapja a mozgalomnak, és tavaly október 13-án megelőzően, az első szép ünnepi napot megelőzően nagyon sok olyan közéleti, gazdasági szereplőt, művészt, média szakembert, celebet kerestünk meg, akik rögtön azt mondták, hogy szívesen jönnek és adják a arcukat, nevüket, véleményüket. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha valaki ismertségre tett szert az életében, most mindegy milyen minőségben, ilyen értelemben az előző felsorolásomra gondolok, akkor ez olyan felelősséggel jár, hogy az ő cselekedetei, az ő elképzelései mintaként szolgálnak. Pláne ma az online világban nyilván a mozgalomnak is pontosan ezért van dominánsan online olyan jelenléte, amivel igyekszünk minél több szemét elérni. Többek között ez az EQ Szexi videólog is azért jött létre, hogy próbáljuk megmutatni azokat a személyeket, akik nagyon színesek, nagyon izgalmas társaság, nagyon heterogén az egész csapat, és az életük különböző területéből hitelesen tudják átadni azt, hogy az érzelmi intelligencia nekik akár a színpadon, akár a kommunikációban, akár egy nehéz élethelyzetben, akár egy váltásban hogyan segített. Hiszen ezek a minták, ezek a hiteles szereplők tudják majd a közeget olyan szinten mozgósítani, hogy ha ő, akkor én is nyitottabb leszek erre a témára. Szeretnénk, hogy október 13-a az EQ világnapja legyen, szeretnénk meghívni egy-két éven belül erre a születésnapra Daniel Goldman, szeretnénk azt, hogyha Magyarországon a különböző korosztályoknál egyre ismertebb lenne a fogalom, és mivel oktatjuk is, van érzelmi intelligencia szemináriuma többek között az akadémiának, és egyre többet nyit egyébként a közoktatás és az irányunkba érdeklődő jelleggel, ezért szeretnénk minél több fórumon ezt az információt eljuttatni, hogy ez fejleszthető, itt van Magyarországon elérhető, és bizony az önismeretünkben, a magánéletünkben, az üzleti életünkben, a döntési mechanizmusainkban, egyáltalán a jobb életünkben ez nagyon-nagyon meghatározó tud lenni. Egyébként, hogyha valaki most hallgat minket, és elgondolkozik azon, hogy vajon az enyém milyen lehet, már nem az enyém, hanem az övé, akkor szerinted milyen kérdések mentén tépelődhet egy picit, vagy mélázhat valaki azon, hogy ő hol tarthat ebben a fajta tudatosságban vagy érzékenységben? Ugye megkerestek már minket egy jó fél évvel ezelőtt, hogy hogyan tudják adott esetben a saját érzelmi intelligenciájukat megmérni. Erre léteznek tesztek, mi az akadémián belül egy nagyon komoly tesztet dolgoztunk ki, többek között veled együtt közösen minősítettük, hogy mi lehet az, ami számunkra az egyik legizgalmasabb, legközérthetőbb, legtöbb ember tud megszólítani. Tehát akár az akadémián, vagy akár a mozgalom különböző online felületén keresztül el tud jutni addig, ami egy érzelmi intelligencia tesztként jelenik meg.
és ott meg tudja az illető pár perc alatt nézni, hogy mik azok a vezérgondolatok, vagy mik azok a főbb szituációk, amiben az ő reakciója kimutathatja azt, többek között ezeknél a teszteknél, vagy akár konkrétan ebben a tesztben is, hogy az ő érzelmi intelligenciája mekkora. És ez nem olyan kérdés, hogy ez most jó vagy rossz. Most épp ilyen. Az életemben jelenleg ez egy állapot, ez egy helyzet, és utána el tudom dönteni, hogy többek között október 13-án eljövök el az Európa Kongresszusi Centerbe, és együtt ünnepelek. Szilinórával, Szántó Ferenccel, Kurselikával, az összes olyan szereplővel, aki már csatlakozott a mozgalomhoz, és meghallgatom az ő történeteiket. El tudom dönteni azt, hogy eljövök az akadémiára, meghallgatok egy érzelmi intelligencia oktatást. El tudom dönteni cégként, hogy én beviszem az üzleti mechanizmusokba ennek a fejlesztését, a vezetői interakciójában kellene nekem egy picit okosabbnak lennem, és keresek egy olyan hatékony szervezetet, akár a Kósarik Akadémiát, aki tud ebben segítséget nyújtani. Tehát onnantól kezdve már a döntés az enyém, hogy akarok-e, és számok erre időt, hogy fejlődjön. Létezik az a sztereotípia, hogyha érzelmekről beszélünk, akkor ezt inkább a nőkhöz társítják. Te látsz abban különbséget, hogy érzelmi intelligenciáról beszéljünk a férfinál, és érzelmi intelligenciáról beszélünk a nőknél? Azért izgalmas megint csak a kérdés, mert egy... keresem a megfelelő kifejezést, egy emancipált, hipsterekkel telelévő, metrosexuális és nem tudom milyen apostrof vagy jelzőkkel megilletett különböző típusú, kategóriájú, címkézett szereplőkből álló világban élünk. Amitől megint csak izgalmas lesz ez a dolog. Tehát ma már nem lehet kategórikusan azt kijelenteni, hogy ez egy női ügy. Egyáltalán nem gondolom ezt. Nem, hát ez a kérdés álkérdés volt, vagy inkább ilyen direkt piszkáló, mert hogy magam is nyilván azt hiszem, hogy ez emberi kérdés. Ez egy emberi kérdés, pontosan. Tehát ha felismerjük azt, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy légből kapott tudomány, nem egy ezotéria, nem egy spirituális gondolat, ez egy olyan intelligencia hányados, mint az IQ. Ezzel tudunk tudatosan foglalkozni, ha ezt felismerem, ez megint csak az IQ-nál sem mondja senki, hogy férfi vagy női ügy. Van egy mérésre, és az alapján el tudom dönteni, hogy én, vagy illetve kimutatható, hogy hol helyezkedek el. Emberi ügy, határozottan gondolom, úgyhogy ezzel megkaptam tőled, igen, ez az emberi ügy. Akkor végül is a következő lépés az október 13? Október 13-án az Európa Kongresszusi Centerben ünnepeljük az érzelmi intelligenciás születésnapját. Megint csak, ahogy a tavaly évben is egy nagyszabású ünnepségre készülünk. A tavaly évben is hihetetlen pozitív élmény volt számunkra a szereplők színességén, gondolatain, üzenetein túl. A hallgatóságnak az az elkötelezettsége, hogy 6 órakor a szeminárium végén mindenki ott ült és senki nem akart elmenni, és kvázi ilyen néma csendben várták, hogy akkor mi. Ami nekünk azt jelentette, hogy értéket tudtunk ezzel a rendezvénnyel adni. Azóta a mozgalom sokszorosára nőtt, és nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Olyan új személyeket is megismernek majd október 13-án a vendégeink, akik a tavalyi rendezvényen még nem voltak annyira a mozgalom közelében, nem voltak ott pódiumbeszélgetésen. Úgyhogy megint csak egy hatalmas ünnepre készülünk, és várom mindenkit szeretettel, jöjjön el, vásárolja a jegyet, élje meg ezt az ünnepet, fejlesz az érzelmi intelligenciáját, találkozzuk, ismerjük meg egymást jobban. A távoli vízió, tehát mit szeretnél, hogyha egy vagy két vagy három év múlva ülünk így egy kávészünetben, akkor hogy miről mesélhess, hogy mi minden történt még? Az én életemben nagyon fontos, hogy az a fajta tapasztalat, amit megszereztem, azt közvetítsem. Az emberek mindig meg kell találni a magával való harmóniát, egyensúlyt és a maga személyes célkitűzését, személyes üzenetét. Az én életemben pár évvel ezelőtt köszöntött be, amikor is egy előadás előtt magamban ráébredtem arra, hogy én adok át információt. Ami nálam működött, és amit tudtam partnerekkel, együttműködő személyekkel működtetni. Aki ebből tud hazavinni gondolatokat, akkor nekem már ez az értékközvetítés megérte. És nem áll tőlünk távol az, hogy ha becsukom a szemem, azt mondom, hogy
ott van egy 100 000 fő stadion, ahol 100 000 ember tényleg azért van ott, hogy együtt ünnepelje azt, hogy az emberi kapcsolatai minőségileg javultak, hiszen valójában az érzelmi intelligencia fókusza ez. Először én, hogy vagyok, és ezután kihat majd az emberi kapcsolatainkra. Én nagyon kívánom azt magunknak egyébként, neked, mint a mozgalom főtámogatójának, magunknak az akadémiai oldalról, az összes mozgalomhoz csatlakozó személynek, a vendégeinknek, hogy ezt együtt megéljük a közeljövőben, egy-két éven belül. A gondolatnak teremtő ereje tud lenni, higgyünk ebben is, mert senki mástól nem függ, csak tőlünk, illetve azoktól a hallgatóktól, vendégektől, akik ezeket az üzeneteket közvetítik majd. Legyen igazad, én remélem, hisz az elkúszíksz. Gondolkodom együtt így, az is. Thank you.